Kecskeméti mosolygós barack, mámoros marillen és édes fűszeres szilva. Csak néhány íz a kecskeméti évfagylaltja verseny különleges nyalánkságai közül, amelyeket helyben állítottak össze a fagylalt mesterek. Az első és legfontosabb az az íz. Tehát egy olyan íz kombináció legyen, ami kellően közkedvelt mindenki számára, de ugyanakkor van benne egy kis rafinéria, egy kis csavar, és emellett az állag, hiszen nagyon fontos, hogy egy nagyon kellemes textúrájú fagylalt legyen, ami kellően krémes, és amire azt mondjuk, hogy kifogástalan. Rekordszámú, összesen 90 finomsággal neveztek a megmérettetésre. A cukrászok a legkülönfélébb alapanyagokkal kísérleteztek. Elég sokféle borssal fűszerezett fagylaltokat neveztek be. Az, hogy az olajos magvakból minden van, tehát ugye a diótól a magyaron keresztül nyilván már a kesudió és a pisztácia sem újdonság, tök mag, tehát tényleg mindenféle olajos magot felhasználtak. A magyar gyümölcsök mellett a yuzu megjelent több fagylaltnál, az, hogy persze mangót és passió gyümölcsöt is használnak. Az évfagylaltja verseny győztese idén a balatonfüredi Bergmann cukrászda tök mag szorbettje lett, amelyet pirosbogyós gyümölcsökkel gazdagítottak. Fűszert igazániból nem használtam, sót raktam a fagylaltba, ellensúlyozom az édeskés ízét, valamint a savakkal próbáltam még ellensúlyozni és egy balanszt adni neki. Tök magolajat tartalmaz még továbbá a fagylalt, valamint házi készítésű tök magpürét. A kecskeméti helyszín tiszteletére sárga barack kategóriában is lehetett versenyezni. Itt a gyümölcsöt vagy a belőle készült pálinkát kellett felhasználni.